videófelvételt készítek, erről a Highland hatalmas Yamaha Natural Strum természetes hangzású erősítőről. Rendkívül komoly erősítőről van szó. A Yamahának az egyik legnagyobb erősítője, vagy a legnagyobb erősítői közé tartozó erősítő. Nagyon komoly teljesítmény is jellemzi. Mindjárt mutatom. Hát ott a legfelső egységben mutatja, hogy a maximális kimenő teljesítménye 600 watt. Tényleg brutális és nagyon komoly tudású, nagyon szép hangú erősítőről van szó. Hát ez az erősítő aztán már mindent tud. Front oldalon van egy optikai csatlakozás, a hátulján 7 darab optikai csatlakozási pont van. Illusztrálom, megpróbálom úgy, hogy azért látszódjon. Nagyon szép állapotú, megkímélt készülékről van szó. A teteje teljesen karcmentesnek mondható. Az oldalai is. Nagyon szép. Az előlapja lenyitható, felcsukható, mint látható. Egy újjal hozzáérünk, akkor szép lassan lenyílik, utána fel tudjuk csukni, mágnes megfogja. Most ő szól egyébként. Elindítok egy számot CD-ről, hogy azt is be tudjam mutatni, hogy milyen hangja van CD lejátszóról. A gyári távirányítója hatalmas, még a alsó rész leúszható, digitális kijelzőtől kezdve minden. Világít a kijelző rész is. Nagyon szép. Sajnos a elemtartó fedele az valahogy elkavarodhatott, leesetett. Az nincs meg, de egyébként nem esik ki belőle az elem. Úgy olyan szorosan fogja, olyan masszívan fogja, szóval nyugodtan lehet használni. Lerakja az ember, nem is látszik, nem észrelhető, hogy le van esve a hátulja. Az alsó részt lehúzva így lehet látni, hogy milyen kiosztások vannak alatta. Ezek a távirányító további részei. Rengeteg programozási lehetőség van a felső egységben még, tanítható is. Van átnevezési mód, törlési mód, makromód. A makromód az be is kikapcsolható. Akkor átkapcsolok CD-re gyorsan. Itt van. Hát ilyen a hangja. Pici onkihang klaxonnak. Nagyon szép kivitel. Köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekints meg róla készült nagy felbontású képeimet is. További szép napot kívánok!